Jöjjön a tavasz, múljon a tél, skandálják a gyerekek a hátam mögött, és kérésük úgy látszik meghallgatásra talált, hiszen gyönyörű idő van itt Moholon. A jelmezes felvonuláson több civil szervezet is részt vett, az eseményt mégis a gyerekek tették igazán látványossá, akik közösen készítették a kiszebábot. Fogtam a botot, amíg beletették a szalmát a ruhába. A gyerekek a játékos szórakozás mellett tanultak is a bábkészítés közben. A mi óvodánkban van 63 gyerek, 3 csoport, és mindannyian közösen. Volt, aki a lábát tömte, volt, aki a kezét tömte, mi a hasát tömtük, aztán közösen készítettük neki a frizuráját, akkor utána pedig hát az egészet összeraktuk, és akkor körbe jártuk, hogy ez lesz az idei kiszebábunk, aki majd elviszi a telet. A második alkalommal megszervezett télűzésnek régebben nagy hagyománya volt. Úgy néz ki, hogy a szokás újra éled, hiszen a rendezvényen több mint 200-an vettek részt. 350 fánkot sütünk. Marsül, az agok otthona volt olyan kegyes, és kisütik nekünk, úgyhogy mire visszaérnek, van itt egy egész csapat hölgy, mint ki fogjuk azt kenni eurokrémmel, lekvárral, polcukorral, és időközben jelentkezett még Mészáros Enikő, és hozta bábszínház házát, és a fánkevés után még egy bábszínház előadásba is részesülnek a gyerekek. A kétnapos rendezvény vasárnap farsangzáró zenés estel folytatódik a Moholi Kultúrotthonban.